Köszöntöm nézőinket, az ismerős vendége Balázs Péter, büntetés végrehajtási ezredes, a Szekszáron található megyei büntetés végrehajtási intézet parancsnoka, most már mondhatjuk, hogy talán több mint két hónapja. Smil Jánost váltotta a székben, egy áthelyezésnek köszönhetően jött Szekszárra, és mondhatjuk azt, hogy hosszú időre tervez. Ez azt jelenti, hogy jól érzi magát nálunk. Igen, köszönöm szépen. Valóban jól érzem magam a városban, és az intézetben is. Nem újdonság számomra ez a feladat. Magát az intézményt is már korábbi feladataim során volt szerencsém többször megismerni. Az elmúlt évben, április hónapban átfogó szakmai felügyeleti vizsgálatot hajtott végre a Büntetésfeljutási Országos Parancsnokság az intézetben. Ezt a vizsgálatot én vezettem, és hát korábbi munkáim során is többször voltam itt különböző ellenőrzések és szakmai látogatások kapcsán. Így mondhatni azt, hosszú ideje ismerem a Tolnai megyei Büntetésvégrehajtási Intézetet, ami egy nagyon jó kis intézet, egy kiválóan felkészült szakmai gárdával dolgozunk. Ami talán hát hiányosságunk, hogy az épület egy öreg, 100 éves múlttal rendelkező objektum, ami hasonlóan más megyei intézetekhez a város központjában, a történelmi magban található, de az épület gépészeti sajátosságai éppen a koránál fogva egy állandó felújítást, korszerűsítést igényel, amivel nap mint nap meg kell küzdenünk, hogy meg tudjunk felelni az európai börtönszabályoknak és elhelyezési körülményeknek. Tudjuk azt, parancsnok úr, hogy zajlanak különböző felújítások, modernizáció, aki arra jár, akár kívülről is láthatja mindezt. Mennyire futja ez most, mire van most keret? Ugye régi vágya már az intézménynek a külső megújulás, meddig juthatnak el, vagy éppen az idei évben mit enged az anyagi lehetőség? Hát az anyagi lehetőség az tulajdonképpen nem enged semmit, hiszen most már évek óta elmondhatjuk, hogy a költségvetési megszorítások miatt éppen, hogy csak azt az ellátmányt kapjuk meg, amiből a fenntartási költségeket és az üzemeltetést el tudjuk látni. Beruházásra, felújításra, korszerűsítésre, komolyabb karbantartásra nem kapunk állami támogatást semmilyen formában. Nekünk kell kigazdálkodni abból a kevésből, amit részünkre biztosítanak, ezért mindent megteszünk, hogy saját erőből, saját anyagaink felhasználásával, és amiben tudunk spórolni, azokból a költségvetési eszközökből végezzük a minimális felújítást, korszerűsítést. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az elmúlt években nagyon sokat lépett előre az intézet, próbálunk megújulni, szépülni, és hát nem csak megjelenésében, hanem minőségében is, mert ezt követelik tőlünk a szakma. Ez az elvárás, tehát a biztonságtechnikai és épületgépészeti berendezéseknek a felújítása, korszerűsítése azért is fontos, mert ezek ezt követően energiatakarékos és olcsóbb üzemeltetésű eszközök lesznek. Ami legfontosabb eredményünk talán, ami kívülről is látszik, hogy sikerült a bástyafalat teljes egészében felújítani, aminek nagyon egyszerű az oka, ki akar dőlni. Ez egy öreg, régi bástyafal, nem sok alappal rendelkezik, meglehetősen elázott, nedves volt már, ezért egy korszerűbb szigetelőanyagot kellett rávinnünk, meg kellett erősítenünk, hogy stabil maradjon és biztonságos, és hát szebb is legyen, mint amilyen volt a régi. És hát ezzel kapcsolatosan egy új őrtornyot is építettünk, ami már megfelel. Ha már úgy legyen így kövér. Van, ha már, tehát ez szükség van rá, tehát ez mindenképp egy előírás, és hát nem mindegy, hogy a kollégáim milyen munkakörülmények között dolgoznak. És hát nekünk kívülállóknak sem mindegy, igen, olykor igen. Azért persze, ezt valljuk be őszintén. Biztos vagyok benne, hogy még szóba fog kerülni a munka, de most egy kicsit beszéljünk önről. Gödön lakik tulajdonképpen, ugye adja magát a kérdés, hogy ilyenkor mi a helyzet a családdal, mi a helyzet a gyerekekkel, el lehet azt mondani, hogy két gyermek édesapja. Ilyenkor az ember, amikor vált, akkor mindenki vált? Igen, igen, általában az jellemző a szakmánkra. Ez egy ilyen szakma. A hivatásos katonák, vagy a rendvédelmi dolgozók, ez benne van az életében. Mennünk kell, ahova a kötelesség és a munka hív minket. Nekünk ez már nem az első váltásunk, pontosabban a negyedik, amit a család életben lehet mondani. Mindig vált az egész család, sajnos igen. A feleségnek és a gyerekeknek is új környezet, új munkahely, új ismerettségek. Ez valahol egy megújulás és egy állandó felfrissülés is, de felfoghatjuk úgy is, hogy egy bizonyos idő után ez már valahol, nem mondom, hogy teher, de jól esik már megtelepedni, megnyugodni, megállapodni. Azt gondolom, hogy elérkeztünk erre a pontra, amikor már
jó lenne megállapodni, megnyugodni, megtelepedni egy helyen, és nem három általános iskolába jár a gyerek, míg elvégzi a 8 osztályt mondjuk. De persze ez nem panaszképpen mondom, ez egy jó dolog, csak hát valamilyen szinten nyilván a családokat ez megviseli. Hát az éremnek két oldala van. Szabad többet tudni a családról? Ki mivel foglalkozik, mennyi idősek a gyerekek? Igen. 1984-ben nősültem. Az első gyermekünk Gergő 85-ben született. Ő jelenleg a Zsigmond Király Főiskolán tanul, másodéves humánszervező szakos hallgató. Eszter lányunk pedig 91-ben született, ő általános iskolában 8. osztályos tanuló. Feleségem valamikor pedagógusként kezdte a pályafutását, de hát a többszöri költözködés és munkahelyváltoztatás miatt ma már sajnos nem a szakmájában dolgozik, amit nagyon sajnál, de továbbra is emberekkel foglalkozik, továbbra is része a munkának a pedagógia, személyzetisként dolgozik a Budapesti Fegyház és Börtönbe, mondhatni céges ő is, büntetésvégrehajtási dolgozó. Ön mikor fertőződött meg, idézőjelbe téve, a BV, a büntetésvégrehajtás világával, mikor találkozott először? Hogy választotta ezt a hivatást? Igen, ezt a hivatást szokták így mondani, hogy választottuk. Ezt nem lehet választani, ez jön. Tehát senki nem gondol arra zsenge ifjúkorában, hogy én majd, ha megnövök, akkor BV-s leszek. Hiszen, mint ahogy a vers is mondja, Péter esetében tűzoltó leszel, vagy katona, vagy vadakatőrző juhász. Hát én hasonlóan a fegyveres területhez kapcsolódóan BV-s lettem, nem pedig tűzoltó vagy katona, bár kiskorom óta zömében ilyen jellegű emberek vettek, vagy ilyen munkával foglalkozó emberek vettek körül. Családban is volt? Igen, igen, meglehetősen zsenge korom óta mondható, hogy BV-s vagyok, hiszen édesapám 1963-ban kezdte a pályafutását a szakmába. Ezt megelőzően a nagyapám pedig királyhelmetszen volt csendőrös parancsnok. Tehát a családban akkor elég hosszú időre visszatekinthető a rendvédelmi és a katonai pálya. Hogyha jól tudom, akkor mondhatom azt az ön esetében, hogy végigjárta a ranglétrát. Tehát mindenféle poszton, mindenféle pozícióban kipróbálta magát, az országos parancsnokságon dolgozott, majd úgy lett parancsnok. Fontosnak tartja ezt, hogy az ember azért minden szegletét megismeri a területnek, és azért azt is el kell mondani a nézőknek, hogy azóta sem elégedett meg úgymond a helyzetével, hanem folyamatosan képezi magát, különböző kutatásokban vesz részt, tehát törekszik arra, hogy minél nagyobb spektrumot adjon ebből a területből. Igen, én 1985-ben kezdtem a szakmát valóban, ahogy a szleng mondja, a placon, egy garázsban voltam őrmesterként, garázsmester, hiszen autószerelőnek tanultam a civil életbe. És aztán képeztem magam, és mindig más-más beosztásokat láttam el. Fontos, én azt gondolom, egy vezető életében mindenképp nagyon fontos, bár nem előírás, vagy nem törvényszerű, hogy végig kell járnia az úgynevezett ranglétrát, vagy a beosztások különböző szintjeit, de azt gondolom, hogy nem árt, mert a gyakorlati életben nagyon sok hasznos tapasztalatot gyűjt meg az ember ez az időszak alatt, hiszen azok, amikkel most, mint irányító, mint vezető kell, hogy foglalkozzak, azt korábban csináltam. Ez kettős dolog. Egyrészt átérzem azoknak az embereknek a helyzetét, akik végzik a napi gyakorlati tevékenységet, és tudom segíteni őket. Másrészt pedig, ha kontrollról van szó, akkor azért mindig tudom, hogy hova kell nézni, és mit kell nézni, vagy hogyan kell nézni. És ez nem utolsó számban. Természetesen. Tehát egy vezetőnek az életében azt gondolom, hogy nagyon jó gyakorlat az, hogyha mindenféle munkát elvégez korábban, és végigjárja a klasszikus ranglétrát, mindenféle tevékenységet, beosztást, megérez a saját bőrén, tapasztal, hiszen ezekből rengeteget lehet meríteni, tapasztalatot, tudást, erőt. A szakmai tanulmányok is tulajdonképpen ez irányba mutatnak, és ha jól tudom, akkor az ön egész vezetési irányítási stílusát is a humánum jellemzi. Tehát igen, nem elsősorban a fegyveres, az egyenruhás jellegét szeretné akár itt jelen esetben a szexárdi intézménynek domborítani, hanem úgy a humánum oldaláról közelíti meg a dolgokat. Ez már mondhatni, hogy egyfajta európai szellemiséget tükröző elvárás, az ön fiatal tulajdonképpen vezetői pozícióba kerülésének az eredménye, ma már mondhatjuk az SD-vig, vagy ön ilyen beállítottságú? Alapvetően humán beállítottságú vagyok,
de azt gondolom, hogy a mai magyar büntetésvégrehajtás nem elsősorban a katonai jellegről szól. Bár munkánknak egy jelentős része kötődik a katonai jelleghez természetesen, hiszen egy fegyveres rendvédelmi szerv vagyunk, ahol a törvények által biztosított és kötelezettségképpen előírt tevékenységet el kell végeznünk. De a másik oldal, amit én sokkal fontosabbnak tartok, az az emberi oldal, a kezelés oldala, ahol igenis a humánumnak kell előtérbe helyeződnie, és nem csak európai elvárás, természetesen az is, hiszen az európai börtönszabályok, amelyek januárban lettek megújítva és újra elfogadva, kötelezővé teszik számunkra az ilyen jellegű kezelési programok végrehajtását, és hát ha tapasztalatokat nézünk szerte Európába, akkor ott láthatjuk, hogy sokkal korábban megkezdődött ez a trend, ami ma Magyarországon a büntetésvégrehajtásnál teljesen elfogadott és természetes. Azt gondolom, hogy nem szégyenkezhetünk, hiszen már 1979 óta ez egy folyamatos fejlődés a magyar büntetésvégrehajtásnál, hogy előtérbe helyezzük az embert, hiszen ez a legfontosabb. Mi emberekkel foglalkozunk, deviáns emberekkel foglalkozunk. Ez egy nem könnyű szakma. Ez egy nagy kihívás, egy nagy feladat. És ha már valahol a szocializáció elcsúszott, azt helyre tenni, sínre tenni, visszaállítani, visszaterelni őt a társadalomba nem könnyű dolog. Aki csinálja, az nagyon jól tudja, hogy miről beszélek én most. Ez kevés a humánum, ehhez kell egy erős, empatikus érzés. Ezt nem lehet megtanulni, erre rá kell érezni. Ha van affinitás az embernek, és ahhoz még hozzátanul, és ebben a témában kutakodik és próbál fejlődni, akkor azt hiszem, hogy megtalálja benne a sikerélményt, megtalálja benne a motivációt maga számára. Mindenképp az embert kell előtérbe helyeznünk, hiszen teljesen mindegy, hogy miért ítélik el, vagy mi az, ami miatt bűnhődnie kell. A pönológia csak egy bizonyos részben foglalkozik a retorzióval. Az, hogy asszimiláljuk őket, hogy kirekesztjük a társadalomból, ez is csak egy része. Attól még ember marad. És ez az ember vissza fog menni a társadalomba. És nem mindegy, hogy milyen állapotban, milyen mentális, fizikális állapotban kerül majd vissza. Ezért kell nekünk fókuszálnunk és középpontba helyezni az embert, és mint emberrel foglalkozni. Hát mondhatnám azt is, hogy ennek a műsornak is az a célja, hogy a közélet szereplőit emberközelből ismerje meg, ezért nem mehetünk el egyéb más dolgok mellett sem. Hogyha azt mondom, hogy cselgáncs és lövészet és országos bajnokság első helyezett, akkor ez mind a kettő igaz önre. De hogyha én most lovakat említenék, vagy huszárbandériumokat, vagy éppen filmforgatásokat, különböző televíziós műsorokat, akkor ez a terület egyik sem idegen öntől, de még beszélhetnék búvárkodásról is akár. Nagyon-nagyon-nagyon széles az a spektrum, ami az ön hobbiait, mondhatom, hogy igen, hobbiait igen. Felől elé? Igen. Én egy világéletem egy nyüzsgő, állandóan kutakodó, az újat kereső ember voltam, és sose ragadtam le földi dolgok mellett. Mindig kerestem az újat, a kihívásokat, mindig valami veszélyeset akartam, amit más nem csinál. Nem azért, hogy kitűnjek a többiek közül, csak érdekelt, kíváncsivá tett. Egy kisvárosban nőttem fel, ahol azért nem voltak sok lehetőségei a szabadidő eltöltésének. Volt egy sípálya, volt egy néptánccsoport, volt egy futballcsapat, és kész. Futballozni nem szerettem, maradt a sízés. A néptánchoz úgy keveredtem, hogy pici gyerekkorában ugye érdeklődik, csinosak a lányok, hát hogy lehet hozzájuk közelebb férkőzni, elmegy ő is néptáncosnak, hogy a kiszemelt leányzóhoz közelebb kerülhessen. És ez olyan jól sikerült, hogy később a kiszemelt leányzó a feleségem is lett, de hát ebből kifőleg 25 évig tagja voltam a Hegyalja Néptánc Együttesnek. Mellette a barátaimmal valóban a sípályán nőttünk föl. És valahol ezek a sportok, ezek a szabadidős tevékenységek, amellett, hogy az embernek az adrenalin igényét kielégíti, azért elég erős szellemi és fizikai kihívásokkal is jár. Az a munka, amit mi végzünk, az meglehetősen megterhelő az emberre nézve, főleg pszichésen, és hogy ezt elfelejthesse, hogy kikapcsolódhasson, hogy megújulhasson az ember, jó aktív dolgokkal foglalkozni. És hát az újdonság varázsa mellett én ezért választottam ilyen sportokat, hobbikat. Egyrészt amihez lehetőségem nyílt, másrészt pedig amiben mindig van valami izgalom, valami veszély,
bár a benti munkánk se veszélytelen, de én azt gondolom, hogyha egy aktív kikapcsolódást választ az ember, az sokkal inkább pihentető, megnyugtató, mert az embernek az esze nem ott jár állandóan, hogy mi történik bent, hogy van, mint van, hanem egy teljesen más dimenzióba kerül, és ez kikapcsol, megnyugtat. Azon kívül az ismeretek széles tárházához hozzájut az ember. A búvárkodással teljesen véletlenül ismerkedtem meg, szerettem alapvetően a vizet és a vizes sportokat, de hát mint minden turista, az ember kijut a tengerpartra, fölvesz egy uszonyt, fölvesz egy maszkot, meg egy úgynevezett pipát, és buborékol a víz tetején, még rongyosra nem ég a háta. És egyik alkalommal egy kiképző tisztbarátom feltette a kérdést, hogy nem akarsz mélyebbre menni? Én mondtam, természetesen, miért ne? És megismerkedett a víz alatti világgal, ami egy csodálatos dolog. De közben rá kellett jönnöm, hogy maga a búvársport az nem csak egy egyszerű sport vagy egy életforma, hanem az egy nagyon komoly felkészülést igénylő tevékenység, hiszen az ember életével játszik, hogyha víz alá megy, és ott a különböző szabályokat valóban vérrel írták. Tehát akik ezt megtapasztalták, azok tudják, hogy itt nem lehet hibázni, itt nem lehet tévedni, nagyon pontosan meg kell tanulni a leckét, és be kell tartani, hogyha egészségesen akarunk följönni. Viszont az a világ kárpótol minket, amit odalent találunk. Valóban egy kikapcsolódást nyújt, egy rekreációt, csodálatos élményt. Gondolom, hogy hasonló törvények igazak a huszár hagyományápolásra is, és a különböző lovas bemutatókra, igen, amiken részt vesz, hiszen ott sem lehet hibázni, és az adrenalint kellőképpen, igen, növeli. Én így az előzetes beszélgetések kapcsán úgy éreztem, de lehet, hogy tévedek, hogy talán ez a legfontosabb a sok-sok hobbi közül az, igen, életében. Ugye, igen, jól érzem, igen, ezt? Igen. Mindig egy bizonyos sorrendet föl kell tenni, hogyha az ember számadást végez. És azt gondolom, és vallom is, hogy legjobban a lovakhoz vonzódom, és a lovak iránti szeretet az, ami leginkább hosszú ideje már hatalmába kerített engem. Van saját lova is? Most per pillanat nincs, nem teszi lehetővé a lakhatási körülményeim, hogy legyen, de mihelyest olyan körülményeket tudok magamnak teremteni, újra lesz saját lovam. Az állatszeretet a családunkban nagyon régóta megvan már, mondhatni pici gyerekkorunk óta mindig állatok seregevet minket körül, és hát az egyik legszebb és legnemesebb állat a ló, ez hamar kisgyerekkoromban megfogott már, bár csak felnőtt koromban lett rá lehetőségem, hogy legyen saját lovam és megismerkedjek ezzel a gyönyörű sporttal. És ha már lovagolunk és lovazunk, úgymond, akkor miért ne csináljuk azt sokkal több haszonnal vagy értelemmel. Teljesen véletlenül kerültem kapcsolatba annak idején a Váci Huszár és Nemzetőrmandiriummal. Köszönhetően a szakmai vándorútamnak egyik állomáshelyen Mária Nostra közelében, amikor Szobon laktunk, ez nem messze van a Dunakanyarba Váctól, egy rendezvényen megismerkedtem a Váci Huszár és Nemzetőrbandériumnak a vezetőjével, aki meghívott a csapatába egy vendégszereplésre, mint lovasembert. És megragadt a dolog engem, olyannyira, hogy mai napig is ennek a bandériumnak vagyok tagja, és a Magyar Katonai Hagyományőrző Huszár Szövetségnek a tagja. Ez azon kívül, hogy lovas emberek nagyon jó baráti társasága, egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy a magyar lovas katonai hagyományőrzéssel foglalkozhatunk, hiszen ez egy gyönyörű terület, nagyon sokáig elfeledett terület volt, és a rendszerváltozást követően sok lelkes ember és amatőrnek a támogatásával indult be ez a mozgalom, ami mai napokra komolyan kinőtte magát, hiszen csak említem a Nemzeti Lovas Bandériumot, akik az állami ünnepségek alkalmával díszelegnek. Ez egy nagyon fontos része az életünknek. Ezeken az ünnepségeken is megfordult már, tehát ilyen, igen, szinten is vállal, igen, igen, úgymond, igen, az Egyesületben, igen, is pozíciót? Vagy, igen, éppen a filmforgatásokról, hogyha néhány szót csak említene, hogy az például hogy történik? Statisztálnak elsősorban? Igen, igen, igen. A filmforgatás az hozza magát a szereplésekkel, hiszen bármennyire is komoly kultusza lett már Magyarországon a hobbi lovaglásnak, azért bizonyos feladatokat csak egy bizonyos szintű lovagló tudással lehet elvégezni. Ezért adott, hogy mi sokat lovagolunk, lehet, hogy az átlagnál kicsit jobban megüljük a lovat, persze ez nem feltétlenül törvényszerű, de ebből adódik, hogy a díszelgéseken kívül sokszor meghívják a bandériumot különböző rendezvényekre, ahol felvonulásokon kell részt vennünk, vagy ünnepségeknek a díszhátterét adjuk. Emellett pedig csatajeleneteket, élő történelmi órákat tartunk. Ezek már komoly
adott esetben kaszkadőri feladatokat is megkövetelő programok, ahol a lovas és a ló kiképzettsége, technikai tudása már egy olyan szintre kell, hogy emelkedjen, ami balesetmentessé teszi a forgatásokat. Ebből adódik, hogy ilyen helyen mindig van egy-két jó szemű filmrendező vagy dramaturg, aki az elképzeléseibe ezt bele tudja ültetni, és a különböző nagy csata jeleneteknek, lovas filmjeleneteknek a zömét, a statisztákat általában ez a társaság adja, a bandériumok, az öttusázók, a lovasrendőrök, kaszkadőrök. Szóval van hely, ahol van. Fel lehet töltődni. Így parancsnok úr, én esküszöm, egy csomó mindent még szerintem tudna nekünk mesélni, annyira izgalmas az élete. Nem tudom, hogy csinálja, hogy van mindenre ideje, de sajnos most a beszélgetés ideje lejárt. Még egy utolsó kérdés, hogy mit tart a legfontosabbnak itt most ez az új feladat, az új kihívás, ami most már annyira azért nem is új kapcsán? A legfontosabb feladatom, hogy amit a szakma megkövetel tőlünk, törvényes rend és fegyelem legyen az intézetben, a fogvatartottak részére biztosítani mindazon jogosultságokat, ami megilleti őket, és úgy működjünk a várossal együtt a városban, hogy sem a közrend, sem a közbiztonság ne sérüljön. Tehát alapfeladatunkat ellátva egy biztonságos, nyugodt büntetésvégrehajtási tevékenységet törvényesen végezzünk ebbe a gyönyörű kis városba. Hát így legyen, köszönöm szépen, és ne lepődjön meg senki, hogyha esetleg bármilyen városi vagy megyei rendezvény kapcsán éppen lóháton. Vagy motoron. Na, még ez is, erről nem is beszélgetünk. Így van, de biztos vagyok benne, hogy még fogunk sok dolog kapcsán találkozni. Kívánok önnek itt nálunk sok sikert, és köszönöm, érezze szépen jól magát továbbra is. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg várjuk önöket legközelebb is, viszontlátásra.